FM 90. Mert van benne valami. És megérkezett a stúdióba vendégünk Erdélyi Zsolti, túra kerékpáros, akit köszöntök nagy szeretettel. Szia! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Hosszú útról érkeztél, mondhatjuk ezt is, és hát akik rendszeresen hallgatják az FM 90 Campus Rádiót, azok számára nem vagy ismeretlen, hiszen az elmúlt hónapokban, ugye már májusban beszélgettünk, amikor a Vasfüggöny expedícióra készültél, még indulás előtt, aztán az útról magáról is bejelentkeztél két alkalommal, most pedig októberben itt ülünk a stúdióban, úgyhogy mögötted van. Egészen pontosan hány kilométer? Egészen pontosan 9974 kilométer. Tehát 26 kilométer, hiány 10 000. Így van, hiszen azért mondjuk el a kedves hallgató kedvéért, hogy az Eurovelo 13 vasfüggöny expedíciót teljesítetted, ami az egykori vasfüggöny, ami a keleti és a nyugati blokkot választott el, ennek az útvonalát teljesítetted kerékpárral. Májusban indultál. Igen, május 5-én. Május 5-én, és mikor érkeztél Magyarországra? Október 5-én, tehát 5 hónap lett a tervezett 4 hónap helyett, sajnos. Így van, de hát ennek is megvan az oka, úgyhogy erre is kitérünk. No, hát rengeteg mindenről lehet itt beszélgetni, úgyhogy én azzal kezdeném, hogy amikor így megérkeztél, és véget ért a túra, és az utolsó tekerés úgymond, akár jelképesen, akár a valóságban megtörtént, akkor milyen érzések fogalmazódtak meg benned? Hát nagyon érdekes ez a kérdés, mert többen is feltették. Nagyon furcsa, nagyon vegyes érzések voltak, mert azt tudni kell, hogy bármennyire is nagy volt ez a 9974 kilométer, és bármilyen nagy projekt készül, ugyanis ez még csak egy fél állapot, nagyon, nagyon idézőjelben mondom ezt a csak letekerést, mert letekertem ezt a távot, de a teljes kerek koncepció, amit kitaláltam ennek az expedíciónak, a egyik fele a tekerés, a másik fele pedig a jövő év végéig tartó kiadványok, élménybeszámolók, marketing, reklámok, stb. Tehát ez, én azt gondolom, hogy egy olyan... Tehát, hogy az egyszerűbb részén vagy túl. Igen. Tehát azt szoktuk mondani a kollégákkal, akik a háttérben dolgoznak, hogy az első felvonás lement, és most kezdődik a második felvonás. Hát közel 5 hónap volt ez az út, és 18 kilót fogytál például, igen. Tehát vannak ilyen különböző adatok, meg statisztikák, hány kilométert mentél, hány napot foglalt ez magába, 18 kilogrammot leadtál. Viszont rögtön ragadjuk is meg a kerékpárodról is essék egy pár szó, mert amikor bejelentkeztél itt nálunk, akkor már volt egy kis probléma a kerékpárral, de tulajdonképpen ezzel az egy bringával, te azért mégiscsak teljesítetted az utat, hogy vizsgázott, milyen jellegű problémák adódtak? Gyakorlatilag 2 műszaki problémám volt. Az első, azt hiszem talán 3. vagy 4. hétben a finn-orosz határ előtt egy nappal a csomagtartónak a tartó rúdja, illetve a összeköttetés a vázzal, ott ez a váz, ez a háromszög alakú csavaros, nyilván a kerékpárosok ezt tudják, hogy ez hogy néz ki ez a szerkezet, ez a váznak a háromszög alakú csücske, felfogatása a csomagtartóhoz, ez egyszerűen letört, tökéletesen ketté tört, és ez az egyetlen egy komoly műszaki probléma kísért végig, de szerencsére, ahogy akkor bejelentkeztem és elmondtam, hogy ilyen műanyag gyors kötöző szálakkal sikerült orvosolni a problémát, gyakorlatilag végig tudtam menni az úton ezzel a megoldással, ezzel a gyönyörű műszaki megoldással. Hát imbolygott, nyikorgott, nem volt annyira stabil, de nem is volt annyira veszélyes, hogy emiatt kerékpárt kelljen esetleg cserélni. Volt még egy műszaki problémám, az pedig az utolsó héten, most Csehország és Németország, Csehország, Szlovákia, Ausztria szakaszban. Egyszerűen az egyik pedálon feladta a szolgálatot, és egy ilyen, tehát ugye egy tengelyen van ez a pedál, és úgy eltört a menet, úgy megfeszült valami, hogy lecsúszott a pedál, de egy 5-6 nap volt a vége az expedíciónak, és úgy döntöttem, hogy már nem foglalkozok ezzel, valahogy nagyon nem volt egyszerű ezt az 5-6 napot
kerékpározni a végén, de már nem volt értelme bemenni szervízbe, meg nem is nagyon voltak az útba szervizek az utolsó egy hétbe, és én azt már úgy bicikliztem le, hogy így a lábam alatt egy kicsit mozgott, meg csúszott ide-oda az a pedál, de gyerekkorunkból emlékszünk arra, hogy amikor egy ilyen műszaki probléma történt, hogy akkor levettük a pedált, és akkor a tengelyen azon a kis egy csonkon bicikliztünk, hát körülbelül így nézett ki. Nekem én ezt már ott már legyintettem, hogy több is veszett mohásnál, és akkor így azt így végig bringáztam ezt az öt napot. Tehát igazából nem volt defektem, nem volt láncszakadásom, küllőtörésem, semmi nem volt. Nagyon jól fel volt készítve a kerékpár. Ez a két műszaki probléma, és amit említettél, hogy egy kerékpárral sikerült végig bringázni ezt a közel 10.000 kilométert. Hát a kerékpárról beszéltünk, akkor most térünk rád is, hiszen azért te 20 országot ölelt át ez az expedíció, télből nyárba, különböző éghajlati, földrajzi viszonyok között mentél. A szervezetedre, azt már említettük, hogy 18 kilót leadtál. A szervezetedre ez hogy hatott? Semmi meghűlés, semmi megfázás, kisebb-nagyobb kibukások azért voltak, mert persze, azért... Persze. Tehát azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy ekkora erőpróba, egy ekkora időjárás változás, tehát amikor elindultam Norvégiába, Finnországba, még éjszaka -4-5 fokok voltak, és nem volt semmi. Tehát igazából nem volt szállás lehetőség, csak az egyenes utak, csak a fenyőerdők, és sátrazni kellett, nem volt lehetőség másra. Volt olyan nap, hogy 3 napig nem volt semmilyen élet, tehát nyilván a rénszarvasok és a vadállatok, illetve a fenyőerdőkön kívül, tehát emberi életről és emberi lakott területről beszélek, nem volt semmi. 3 napig fel kellett készülni előre a élelemmel, vízzel, és hát itt a havas esők, a mínuszfokok, tehát napközben volt 8 fok mondjuk, és -3-4-5 fok meg éjjel. Ez egy nagyon komoly mentális problémát okozott, ugye ingerszegény környezet, egyenes, több 10 kilométeres egyenes utak, itt volt 2-3 hét után azért volt, ott kibuktam. Aztán hát volt olyan szakasz, ahol tolni kellett, például a balti tengerpartvidékén, ott folyamatosan tolni kellett a biciklit a tengerparton, a bokáig érő homokba, nagyon komoly szeles időjárás volt, amúgy is szeles a partvidék, a balti tenger, meg ugye minden tengerpartvidéke az átlagnál szelesebb. Itt még plusz extrém szeles időjárás volt, ott volt egy másik ilyen holdpont, a harmadik holdpont pedig Bulgária, Szerbia, a Pirin-hegységbe, ott pedig borzasztó emelkedős és iszonyú kemény szakaszok voltak. Volt olyan, amikor egész nap 50 kilométert tudtam megtenni, és egész nap felfele mentem 12%-os emelkedőn például. És azért 40-45 kilóval ott is volt egy holdpont, tehát igazából egy ilyen 3-4 holdpont volt az útban. Ilyenkor, amikor az embert elkapja a holdpont, vagy megérkezik a holdpont, akkor mit csinál? Mert nagyon segítségre nem fordulhatsz, tehát annyi van, hogy nem tudom, úgy képzelem, hogy mondjuk kidühöngi magát az ember, és utána megy tovább. Nem, nincs idő, nincs energiát, sincs dühöngeni, imádkozol a jó Istenhez, hogy a következő kanyar után már remélhetőleg, mondjuk a Pirin-hegységbe, a következő kanyar után, amit nem látsz be, mert ugye hegyes-völgyes, remélheted, hogy olyan lejtő következik, hogy ha most 50 kilométer volt eddig felfel, akkor remélem 50 kilométer lefele. Tehát nem tudsz mit csinálni. Tehát vagy az van, hogy összeomlasz, és tehát igazából nem is nagyon tudtam például mondjuk Finnországban nem tudsz mit csinálni, mert hogy jönnek érted? Tehát repülőtér nincs, ahogy említettem, semmi nincs. Hogy jönnek érted? Németországba ki tudtak jönni, értem, a barátaim kocsival, amikor probléma volt, amikor ez az ominózus okirat, bankkártya eltűnés volt. Ott az még viszonylag 1000 kilométer, az még Debrecentől 1000 kilométer, még azt valahogy át lehet hidalni, de azért most mit csinálsz Finnország közepén a tajgán, vagy a teljesen kies területen, a vadonba. Nem tudsz mit csinálni, tehát csak
csak azt tudod tenni, hogy összeszeded magad, megrázod magad, beállítod az agyadat úgy, hogy nincs mit tenni elő, csak előre, csak előre. Egyébként ezt meg kérdezni is akartam, hogy miért Eurovelo 13 ennek az elnevezése? Hát onnan indul ez a kifejezés, hogy van egy Eurovelo úthálózat, európai úthálózat, nem Európai Uniós, hanem ugye ebben vannak Európai Unión kívüli országok is. Egyébként Magyarországon 3 Eurovelo út vezet keresztül, és az Eurovelo úthálózat sorszámozva van, és a 13-as sorszámot kapta, hát az most vagy szerencsés, vagy szerencsétlen, azt nem tudom, a 13-as számot kapta az Eurovelo, a vasfüggöny útvonal ezt a 13-ast kapta, és ez egyébként a leghosszabb Eurovelo út, és mellette még vannak a különböző Eurovelo szakaszok, utak, amiket így folyamatosan egyébként újak jönnek, folyamatosan fejlesztik hozzá, csapódnak egyik-másik úthoz a kijelölések. Tehát ez egy ilyen európai kerékpáros közösségnek, a Európai Uniós valami ilyen zöldpárti emberke találta ki ezt az úthálózatot, és akkor szépen fejleszgetik, és ennek az egyik útvonala volt ez a vasfüggöny útvonal. A laikus ember azt gondolhatná, hogy hát akkor ez egy, ha nem is az egész teljes szakaszon, de hát ez egy kiépített útvonal, de azért amikor mi is beszélgettünk, mondtad, hogy volt, amikor az erdőn kellett keresztül tekerni a biciklit, vagy tolni, tehát ezt képzeljük el, hogy ez mindenhol aszfaltozott út. Sőt, az esetek, hát én azt mondom, hogy olyan 40%-ában murvásút, töltés, folyók, különböző, vagy a tengerpart. Tehát volt olyan kijelölés, hogy kifejezetten a tengerparton kerékpároztam, nagy élmény volt, addig, amíg nem kellett mondjuk a homokos részbe bemennem és tolni a bringát, de 5 méterre volt tőlem a tenger. Tehát ilyen kijelölések is voltak. Ez igazából, ez az útvonal, ez ki van jelölve, tehát vannak hivatalos térképek, és tehát gyakorlatilag ez lefedi azért a egykori vasfüggönynek a vonalát teljes mértékben. Sőt, olyan szinten lefedi, hogy a bunkerek között, vagy a különböző szabadtéri kiállítások, vagy múzeumok megmaradt tárgyi emlékek között megy az útvonal. És ezért nincs is például mindenhol ugye aszfaltos út. A vasfüggönynek a nyomait azt fel is fedezted itt-ott? Tehát van, ahol még ezeket megőrizték? Persze, igen. Sőt, kifejezetten egyes országokban nagyon nagy becsbe is van tartva. Tehát például Németországban, ezt említettem is anno a előző interjúnkban, hogy Németországban nagyon nagy becsbe van tartva. Nagyon komoly, több hektáros területek megmaradtak, a szöges drótok, az őrtornyok, az aknazárak. Tehát természetesen nem feltétlen az eredeti, nem mindig az eredeti, lehet, hogy van újra gyártott vagy imitált dolog, de rengeteg helyen volt az eredeti megmaradt. Mondjuk olyan, hogy Finnországban említetted, vagy Norvégiában, hogy napokon keresztül nem találkoztál semmi, teljesen lakatlan táj. Olyan rész nincs, itt a vasfüggönyben annyira érdekel engem ezek a ilyen megmaradt dolgok, hogy ami csak úgy ott maradt, vagy ennek az egészet gyakorlatilag így végigmentek rajta szisztematikusan leszedik, mert el tudnám képzelni azt, hogy ott a semmi közepén maradtak éppen ilyen cölöpök, meg csótkerítés maradva. Igen, pont azt mondom, hogy maradtak. De úgy maradtak, hogy azok már műemlék jellegű dolgok. Tehát ha ezt az útvonalat végigjárja valaki, akár kerékpárral, akár gyalog, vagy esetleg kocsival egy-egy pontot megkeres, akkor meg fogja találni azokat az eredeti maradványokat, de ezeket már műemléknek nyilvánították, vagy műemlék jellegű körbe van esetleg kerítve, van olyan hely, ahol mondjuk jegyet szednek, mert olyan jellegű, például mondjuk egy múzeum van már a helyén, és a múzeumban fedett helyre bevitték ezeket a tárgyi emlékeket, például mondjuk Finnországban voltak ilyen jellegű múzeumok, ahol már nem szabad ég alatt voltak ezek a tárgyak, hanem bent a múzeumban. Volt a kitérőid is, úgyhogy erről is beszéljünk egy picit, amikor nem kerékpárra, hanem mondjuk vonatra szálltál, vagy komppal mentél, de ez abszolút nem azért volt, mert hogy lerövidítetted volna így a távot, vagy elfáradtál volna a kerékpározásba, ezek ilyen kis plusz utak voltak, amelyeket beiktattál. Igen, mert az eredeti elképzelés az volt, hogy 12.000 kilométer, 4 hónap, 120 nap alatt, viszont be kellett látnom azt, hogy
a 100 kilométer, a napi átlag 100 kilométer nem ment, és nem elsősorban a fizikai teljesítő képessége miatt, hanem a videózás, a fotózás, a dokumentálás, vagy a múzeumokban eltöltött nem kevés idő miatt át kellett az egész tervet gondolnom, és az első kitérő az ugye a finn-orosz határtól Helsinki lett volna, de ez egy olyan oda-vissza úttal körülbelül egy ilyen 500 kilométer lett volna, illetve a második kitérő az Wolfsburgból Berlinbe, az pedig egy olyan 800 kilométer oda-vissza. Tehát ez egy ilyen 1200-1300 kilométerről beszélünk, és az eredeti vasfüggöny útvonal az 10500 kilométer, és ehhez jött volna ez a körülbelül 1500 kilométer kitérő. És be kellett látnom, hogy még a 10500 kilométer is, ahogy említettem, 4 hónap helyett 5 hónap lett az említett okok miatt, és a kényszerpihenők miatt, viszont ezek a kitérők, ezek már nagyon nem fértek volna az időbe bele, tehát még lehet, hogy még egy hónappal csúszott volna a hazaérkezésem, és az már azért már itt az időjárás, tehát még egyszer nem akartam belecsúszni a télbe, elég volt egyszer, mert már így is azért itt már mínuszfokok voltak a múlt héten is, és ahogy említetted, Tallinnból megkerültem ugye Finnország, Oroszország, megkerültem a Finnöblöt, és Tallinnból, Észtországból átkomposztam Helsinkibe, és ez egy egynapos kitérő volt, de hát ezt a kompot ezt úgy kell elképzelni, hogy a kompnak az aljában 50 kamion fér el, tehát 2 óra hossza a komput Tallinn és Helsinki között a Balti tengeren. Ez egy borzasztó nagy élmény volt, tehát igazából még lehet, hogy jól is jártam azzal, hogy ezt a módját választottam a Helsinki kitérőnek. A másik, a berlini kitérő, ott pedig Wolfsburgból vonattal mentem Berlinbe, illetve vissza 2 nap múlva. Az is nagy élmény volt, mert egyébként a Deutsche Bahn, tehát a német vasúttársaság borzasztó profi. Tehát ott meg az volt a hatalmas nagy élmény, hogy beérkezel egy akkora vasútállomásra, mint mondjuk a Western City Center mondjuk, vagy még nagyobb. Tehát a nyugati pályaudvar és a Western City Center együtt, és mondjuk 5 emelet magas. Tehát ezt gondolj bele, hogy megérkezel a 4. szintre, és akkor menjél le 40 kilós biciklikkel, csomagokkal a földszintre. Hát, szóval itt volt ebbe azért kaland is, mert liftek, lépcsőzés, mozgó lépcső, stb. Tehát ez a 2 kitérő, ez így nézett ki, és nagy élmény volt mind a kettő. Tehát én örülök neki, hogy végül is ezt a módját választottam a kitérők, az utazásnak a kitérőknél. Na hát nagyon fogytán az időnk, de azért röviden azt még említsd meg nekünk, hogy ugye el is mondtad, hogy még a munka egyrészt olaszlán része azért hátra van, ugye dokumentáltál mindent, rengeteg videófelvétel készül, írtál is az úton fényképek, mi lesz ezeknek a további sorsa? Most durván 2 hét múlva megjelenik egy 2020-as naptár a legszebb képekből. Szerencsére ez már a célegyenesben van, tehát már nyomdában van, már az utolsó simítások vannak a megjelenés előtt. És körülbelül május elején, május közepén várható egy könyv és egy útikönyv DVD melléklettel, ami hát igazából élménybeszámolók, lesznek benne nyilván statisztikai adatok, a könyvben is lesz egy olyan kép melléklet, több oldalas, színes melléklet, ami kimaradt a naptárból, azt belerakjuk, azokat a fotókat belerakjuk a könyvbe. Tehát ez egy eléggé komoly meló, hiszen csak a videófelvételek és az egész projektnek a nagyságát, hogy a hallgatók is körülbelül érezzék. Durván 18 ezer videófájt készítettem. Ez annyit jelent ugye, hogy 30-40 másodperces snittek, vagy egyperces snittek, tehát 18 ezerszer kellett bekapcsolnom a videó felvevőt, illetve 18 ezer ki. Tehát óriási számokról beszélünk. És 80, kb. 80 órányi anyag
ez a nyersanyag, ez amit meg kell vágnunk majd. És természetesen a DVD az egy másfél-két órás lesz, illetve folyamatosan jönnek ki az országokról szóló hosszabb 40-50 perces nagyobb bemutató filmek, és ez természetesen a videó megosztó csatornán lesz majd látható. Szóval nem áll le a munka, a jövő év végéig tervezzük ennek az egész projektnek a kifutását. Na hát természetesen majd, amikor jönnek ezek a megjelenések, azokról is beszámolunk itt az FM 90 Campus Rádióban. Zsolti, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm szépen a bemutatkozást, köszi.